Vészhelyzetek, balesetek, életveszélyes szituációk esetén nagyon jó érzés tudni azt, hogy szerencsére egyre többen tudnak nekünk segíteni. És itt nem csak a hivatásos szervek munkatársaira kell gondolnunk, hanem akár a diákokra is. A Kultik Mozi adott otthont az idei felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenynek. Ez a rendezvény a közbiztonsági programsorozat egy állomása volt. Mint arról Fett Katalin beszámolt, 14 csapat részvételével zajlott a program. Ők a városi iskolákból és Nagyvenyimről érkeztek. Különböző állomásokat kellett teljesíteniük, ahol olyan vészhelyzetek fogadták őket, amelyek sajnos megtörténhetnek a hétköznapokban is. Olyan kárhelyet rendeztünk be, ahol az alapvető elsősegélynyújtó gyakorlatokat kell, hogy a gyerekek be tudják mutatni. Ez nyilván standard újraélesztés, illetve a stabil oldalt fekvés, artériás vérzés, a Heimlich, tehát egy fulladásos baleset. A többi helyszínünket pedig úgy rendeztük be, hogy szintén olyan feladatokat kelljen megoldani, amivel találkozunk. Ez egy rovarcsípés, tehát anafilaxiások, az égéssel kapcsolatos tudnivaló, a véradással kapcsolatos tudnivaló, tehát minden olyan, ami a profilunkba vág. A rendezvényen jelen volt Orosz Csaba önkormányzati képviselő is, mögötte pedig egy állomáson munkálkodtak épp a gyerekek. A képviselő azt mondta, ennél az állomásnál például azt szimulálták, hogy mi a teendő akkor, ha egy autó egy fának ütközik, kigyullad és megsérülnek a benne utazók. A csapatok megtanulják, hogyan kell eloltani a tüzet, és miként biztosítsák a helyszínt, illetve a sebesülteket. Mikor megvan a feladat, ugye azt közösen kiértékeljük. Természetesen javarészt megdicsérjük őket, és az apró hibákat elmondjuk nekik, és bízunk benne, hogyha valóban az utcán, az otthonukban, bárhol hasonló káreseménybe, vagy egy beteget találnak az utcán, azokat meg tudják menteni, tudnak segítséget hívni, ehhez nagyon jó ez a verseny. Nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy bezzeg a mi időnkben, meg ezek a mai fiatalok, hát szét kell nézni, nézzük meg ezeket a fiatalokat. Ilyen tetrekészek, aranyosak itt vannak, felkészültek. Mi sem voltunk különbek, sem jobbak, sem rosszabbak, más most a világ, de nagyon örülök, hogy itt vannak, csinálják, nem az interneten, nem a számítógépen, hanem itt igazából megfogják a sérültet, megpróbálnak segíteni, és együtt csapatban dolgozni, ami szerintem nagyon fontos. Orosz Csaba egyébként minden évben tevékenyen kiveszi a részét a közbiztonsági hónap program sorának szervezéséből. Idén is nagyon sok programmal készülnek, ezekről is kérdeztük. A teljesség igény nélkül fontos állomása lesz a rendezvény sornak a közelgő véradás, a Pindur-Pandúrok rendezvény, illetve a lépcsőfutóverseny is. Közel 30 rendezvényünk lesz, a jövő héten lesz egy rendvédelmi véradás a rendőrségen, illetve egy Pindur-Pandúr, most már szokásos kisgyerekeknek való rendőrségi program, amit nagyon imádnak, úgyhogy ide is várjuk a kedves érdeklődőket. Ugye elsősorban az óvodások és iskolások, a SOP tagozatok fognak ide érkezni. A rendvédelmi véradásra várunk mindenkit, tehát nem csak a rendvédelmisek vére lesz jó, hanem bárkié. Ez is ugye mind az újságban, mind az interneten, a Facebookon látható a felhívás. És igen, ahogy említetted is, más rendezvényeink is lesznek, már hagyományos felvonulás, illetve hát szakmai programok is, például a tűzoltó lépcsőfutó verseny. S ha már szervezés és programok, a helyszínen jelen volt Szőke István is, akit szintén a tervezett rendezvényekről és azok céljairól kérdeztük. Ő azt mondta, ez a kezdeményezés alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a civilek megismerjék a szervek munkáját és működését, a közbiztonság, közügy, együttműködést kíván. No meg persze a megismerés által lehetőség van az állomány bővítésére is, hiszen az utánpótlás sem elhanyagolható. Mindannyian tudjuk, hogy a közbiztonság az közügy, a városlakók nélkül nem lehet, vannak a hivatásosok, meg vannak a városlakók. Egy kicsit meg szeretnénk a technikánkat mutatni, meg hát együtt szeretnénk működni bizonyos rendezvényeken. Ezen kívül természetesen van szabadidős együttműködési lehetőség is, tehát én úgy gondolom, hogy ezeken a szabadidős rendezvényeken is tudnak találkozni egymással a városlakók és a rendvédelmi szervezetek tagjai. A programsor következő állomásai is fontos célt szolgálnak. A tervezett rendezvényekről az önkormányzat közösségi oldalán is tájékozódhatnak az érdeklődők.